mivel mindenki próbál valahogy egyensúlyba tartani az életét, de ez az egyensúly koordináta az én vagyok, ez azt jelenti, hogy relatív, és nem ismerem boldog életnek a törvényét, hanem azt gondolom, hogy én vagyok a törvény, de attól még a világ működik bizonyos törvényekkel, és hogyha mi nem ismerünk, és megszegünk ezeket a törvényeket, ami általában Isten által törvények, az pont azok a törvények, hogy hogyan működik a világ, hogy ne, hogyha emberek követnek, akkor ez a békességnek, szabadságnak, boldog, egészséges életnek a törvényei. Hogyha valaki követi, akkor nem szükséges, hogy legyen katasztrófa. Mert katasztrófa azt jelenti, mikor felborult az egyensúly, és mi nem tudjunk állítani vissza egyensúlyt, mert mi mindig ezt az irányt nyomjunk egyet, akkor a katasztrófa által fog visszahozva lenni, vagy jelzés, mint a test, amikor mi nem megfelelően táplálkozunk, valami nem jól csináljunk, és mikor felborítunk egyensúlyt a szervezetbe, akkor kezdjünk szenvedni. Betegek lenni, fejfájás, hogy annyi sok minden. Ez arról nekünk kommunikál a szervezet, hogy nincsen egyensúly. És vagy egyszerre olyan betegek leszünk, hogy nem tudjuk mozogni, és a szervezet magától elkezd egyensúlyt hozni, akkor leszünk lázasok, nem tudjunk semmit enni, nem tudjunk semmit megemészteni, akkor minden kikapcsol a szervezet, és ő mint egy katasztrófa lesz, és visszaállítja, hogyha még visszaállíthatunk, mert valamikor már úgy lehet elrontani a testet, hogy nem tudjuk már meggyógyítani. Ugyanúgy a természet is működik, és a katasztrófák, akár természetes katasztrófák, vagy ember katasztrófák, az minden mutatja, kommunikál hozzánk, hogy nem jó irányba csináljunk, mert nincsen egyensúly.